Győri hazai albérletében legyőzte a Dán Koldingot a Tatamánya férfi kézilabda csapata, amely így az EHF kupa csoport körében három forduló után a további jutó második helyen áll, míg a hazai bajnokságban a megszokott harmadik helyen vannak. A B válogatott Szőlősi Balázs eddig 17 meccsen 58 gólt lőtt az NB1-ben, ő most a vendégünk. Szia, jó reggelt! Kíván. Jó reggelt, Balázs, mekkor volt az, ünnepség, az ünneplés a Kolding verés után? Nagyon örültünk a győzelemnek, hogy, hogy egy, úgy gondolom, hogy nagyon, -nagyon nagy sikert arattunk megünnepeltük, amit lehetett, de már a mérkőzésünk van, úgyhogy nagyon nagy ünneplésre nem volt idő. Előzetesen gondoltad, hogy ez sikerülni fog? Nem mi voltunk a meccsek az esélyesei, hát én nem gondoltam volna annyira, de mikor kiléptünk a pályára, láttam a srácokon, hogy hazai pályán azért itt sok csapatnak meg kell küzdeni a két pontért, úgyhogy ez lett a vége, mi nagyon örültünk. Na és ráadásul ez nehezíti az, hogy alvéletben, idegenben, győrben játszotok, ahol hát ugye a csarnok nagy, most volt majdnem 2000 néző előtt, a Tel Aviv ellen még többen, e, hát ez nem tudom, a nézőszám az kárpótlás a saját csarnok hiányáért, azért ez nem olyan egyszerű, nem? Nem egyszerű, előtte egyet edzettünk Győrbe, nehéz megszokni ezt a nagy teret és ezt a nagy csarnokot, de a szurkolók kitettek magukért, úgy gondolom, és nagyon sokat segítettek ahhoz, hogy győzelmez Tehát úgy fest, hogy azért ideiglenes tatabányaként beválik Győr. Eddig úgy fest, Egyébként játékosok mit tudtak róla, hogy mikor lesz egy jó kis nemzetközi szabványos csarnokotok otthon? Úgy gondolom, hogy két év múlva lesz kész a csarnok, egy 6000-es csarnok lesz Tatabányán, az biztos, hogy sokkal jobb lesz a városnak, a csapatnak, úgyhogy már nagyon várjuk. Készen álltok a megtöltésére? Így van. E, milyen különlegességet jelentett a, a kolding elleni meccsen az, hogy hát a kispadjukon ugye az ex prémi mester Carlos Ortega, a Szegedi Mindégi és García Robledo pedig a pályán spanyolosította a Dán e, Szerintem minden jó edző, jó játékosok, mi még fiatalok vagyunk, de úgy gondolom, hogy ez, ez nem kell foglalkozni meccs közben, hogy ki milyen volt, hanem mi csináltuk a saját feladatunkat, a dolgunkat, és ez lett a vége. Hát am ami a vége lett a győzelem, edzőtök Vladan is szerint ez a szív volt. Miért? Ne nagyon nehéz mérkőzés volt, sok ziczert hibáztunk, ül, ugye egy nagyon nagy legenda védett a dánoknál, ül, megnehezítette a dolgunkat, de védekezésbe ez a szívdiadal kijött, és ezzel tudtunk nyerni. Nálad ki volt egyébként a, a meccsembere a tiéjétek közül, Grigoras vagy Bozsovics? Grigorász az elején nagyon jól szállt be a meccsbe, utána a Bozsovics a végén beszállt, és a négy 5 góljával megpecsételte a dolgunkat, úgyhogy úgy gondolom, hogy mind a kettő jókor. Egyik fel a másik Egy fel van. a meccsembere. Ugye fél időben is vezettetek, az 55. percben négyel is mentetek. Valójában ez a meccs mikor dőlt el szerinted? Az utolsó öt percben dőlt el, úgy gondolom. Még azért ott a végén nem volt, amikor négy gól volt, azt hiszem, hogy feljöttek, talán Két-három góra, de utána ugye Bozsovics ismét lőtte a gólokat, és az nem volt probléma. Ugye három forduló után két győzelem, egy vereség, és a második hely, hát eléggé álomszerű. Lehet beszélni már továbbjutásról? Még továbbjutásra nem lehet, ez tényleg álomszerű lenne, hogyha sikerülne a továbbjutás. Úgy gondolom, hogy mi szeretnénk továbbjutni, mindent meg is fogunk ezért tenni igazából ti erre a szezonra az EHF kupába azzal érkeztetek, hogy ott legyetek a csoportkörben, így van. minden más ráadás. Ez így van, már az nagy dolog volt, hogy bejutottunk a csoportkörbe, miután megtudtuk az ellenfeleket, már ugye kezdtünk tervezgetni, hogy mi, lehe, mi lenne ha, milyen lesz, eddig úgy gondolom, hogy a terveink jól alakulnak, úgyhogy reméljük ezek után is így lesznek. Nézzük a sorsolással kalkulálva, hogy hogy tartható meg ez a helyezés. Mi kell a következőkben Coldingban a hétvégi visszavágón? Nagyon nagy csatára számítok, hogyha a helyzet kihasználásainkat még jobbra fordítjuk, tehát hogy belőjük az itszereinket, nem hibázunk ennyit. Ugye most van egy képünk a Koldingról, azt biztos, hogy ki fogjuk elemezni, meg fogjuk nézni, úgy gondolom, hogy a mester jó fel fog minket készíteni, úgyhogy remélem győzni tudunk kint is. Hát itt azt, azért azt mondhatjuk, hogy ebben a csoportban van egy bitangerős Gárda Magdeburg, nem? Hát igen, úgy gondolom, hogy ez egy teljesen más csapat, egy Bundesliga csapat, egy nagyon gyors csapat, tehát kint megtapasztalva, amilyen tempót diktáltak, teljesen más a magyar bajnoksághoz képest, velük azért nagyon nehéz dolgunk lesz itt van. De lehet-e arra bazírozni, hogy az utolsó forduló, és hogyha ők már tovább jutottak, akkor esetleg lazában veszik a dolgot. Játszatnak uh, euh, hát, tartalékokat is. Reméljük, hogy így lesz, de szeretnénk addig azért eldönteni ezt a további utás kérdését. Nem szeretnénk az utolsó meccsre adni, hogy itt, itt, van a Magdeburg ellen lenne ez, hogy most tovább vagy nem. Biztos nagyon nehéz lesz, de mindent meg fogunk tenni azért, hogy... De remélem, nem nem kikapni holdingban, a Tel Avivot hozni, oda-vissza, és akkor nem kell a Magdeburgon gondolkodni. Hát ez lenne a legjobb. Ez lenne a legjobb. Na most te hogy látod, most százalékos esélyt a, a továbbkerülésre? 50 százaléknál több vagy kevesebb? Én úgy gondolom, hogy 50 százaléknál azért több. Uh -huh. Jövő héten ez el fog dönni, hogyha kint tudunk nyerni koldingba, utáni nagyon nehéz meccs vár ránk ugye, Izraelbe, és hogyha azt is behúzzuk, és sikerül, akkor utána már a itthoni magdemur meccs az már teljesen felszabadult, mindegy lesz. A magdeburgiak uh, tudására, Bundesliga tempójára már utaltál, ugye a tatabányár számára ez az EHF csoportkör egyben tap, nemzetközi tapasztalatgyűjtés is. Mm. Neked milyen benyomásaid vannak erről a nemzetközi kupasorozatról a, a, magyar nb terhelésével egybevetve? És akkor nem csak a Magdeburg, hanem általában a nemzetközi uh, Teljesen más tempójú mérkőzések ezek. Nehéz ugye sok fronton helytállni a magyar bajnokságba, a Magyar Kupába és így az EF Kupába is, ez elég fárasztó így, mert heti két mérkőzés van, de ha szeretnénk valamit ettől a sportot, akkor ez, ez, ilyen, ezzel jár. Na hát közben azért egy mondatot a magyar nb 1 ről is, hát nem tudom, semmi frusztráló nincs abban, hogy már már olyan örökös bronzérmesként üldözitek a két top csapatot? Úgy gondolom, ennyire még nem volt szétszakadva a harmadik, negyedik uh -huh. helyzetet, helyzet, ponttal vezetünk, tehát ilyen si sima soha nem volt. Üdőzzük igen, a Szegedet. Sajnos most újra kell játszni az a mérkőzést, de úgy gondolom, nagyon jó csapat van a bányán. Tehát rég volt ennyire jó csapat, hát ez ennek az eredménye. Tehát nem a vetétársak lettek rosszabbak, hanem ti javultatok annyit. Szerintem igen. A, ami, ami így elhúzott őket a negyedik, ötödik helyzettől. Na most azt nézzük meg, Balázs még, hogy mennyi olyan botlás fér bele, mint a komu hát nem olyan sok botlás fér bele, azt hiszem, talán három vagy négy meccset kell még megnyernünk a Magyar Bajnokságba, és utána már megvan fixen a harmadik hely. Ez a komoly botlás, ez sajnos úgy gondolom, hogy jókor jött inkább. Tehát ez egy józanító pofon volt számunkra, tanultunk belőle, úgy gondolom, hogy máskor ez nem fog előfordulni már. Hogyan érzed magad te tatabányán? Miért érte megváltani Füledről tavaly? Ugye én csak eddig kézzel kézzelabdáztam, egy nagyon jó ö, csapat van Tatabányán, jó edzővel, ö, a fejlődésem szempontjából is teljesen jó, az EHF-kupa miatt is. Ö, úgyhogy panasz nincs Tatabányára, én csak azt tudom mondani, hogy minden megvan ahhoz, hogy előre és csak fejlődés legyen. Ez hány évre tervezelné a klubnak? Ö, még van szerződésem Tatabányán, utána majd meglátjuk, hogy mi lesz. A végén még erről a stílusról, amit ti játszatok, ami a Veszprém Szeged uh, spanyol iskolájával szemben igazából számodra miben különbözik Matke mesternek a felfogása? Uh, hát ez nem egy spanyol stílus, így van, ez egy inkább egy egyekre keresztekre, lövésekre, tehát inkább egyszerűbb uh, kézilabdára, de mégis nagyszerű <laughs> kézilabdára uh, gondoljunk. Uh, tehát nem is tudom, hogy mondjam ezt, hogy milyen uh, stílus. Hát ez inkább akkor egy ilyen szerb stílus, hogyha... Uh -huh. hát Neked én szeretem, igen. Hát akkor a legjobbakat, és jöjjenek be az 50% fölötti esélyek az EHF kupában. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.